Kérdezz, felelek. Nagyon egyszerű. Eddig én kérdeztem, és ti feleltetek. Most pedig ti kérdeztek, és én felelek. David Juhász mondja, hogy egyszer majd kijátszhatnád a Hollow Knightot, vagy az Ori and the Will of the Wisps-et, csak egy videó ötlet. Ez nem egy kérdés. De egyébként oké. Okay. David Tóth kérdezi, engem csak egy valami érdekel, szerinted a pohár félig tele, vagy félig üres? Hogyha most töltötted meg a poharat, akkor félig teli. Hogyha meg most ittad meg a felét, akkor félig üres. Lukács Miklós 5849, a GTA 5 lesz. Igen, már fent van, leírásban van, ha még nem láttátok. Bodrogi Albert 3068 kérdezi, hogy a GTA Online-ról is tervezek-e videót csinálni. Igen, egyébként a legelső videóm az majdnem a GTA Online-ról lett, már el is kezdtem vágni meg minden, csak közben kijött a GTA 6-nak a trailere, és bebizonyosult, hogy a Vice City-ben fog játszódni, és mivel az eredeti Vice City-vel még nem játszottam, ezért úgy voltam vele, hogy akkor... Hogyha engem is érdekel a sztori, akkor miért ne érdekelhetne mást, és akkor azt vittem ki először. Szóval lehet. Bármi lehetséges. Honv 274. Hackkelsz a GTA-ban? Hogyha a cheat kódokra gondolsz, akkor nem szoktam használni. A San Andreasban néha a repülőautókat használtam, hogy hamarabb odaérek a missionökhöz. Egyébként nem szoktam használni. Régen, mikor kicsi voltam, és San Andreas hoztam, akkor nagyon sokat. Honnan jött, hogy videózni szeretnél? Mindig is azt tett boldoggá, hogyha mosolyogtak körülöttem az emberek, és hogyha miattam mosolyogtak, akkor az volt a fő nyeremény. És végül elkezdtem csinálni ilyen montázsokat, régebben sokat loloztunk, és a közeli ismerőseimnek csak csináltam egy ilyen mémekből, meg összevágásokból álló montást, amin rögtünk. Egyébként ezek olyan szörnyűek voltak, hogy végül többet nevettünk rajta, amikor később visszanéztük. Aztán kiraktam pár TikTokot, és jöttek a pozitív visszajelzések, és akkor tudtam meg, hogy én mindenféleképpen akarok egy közösséget építeni a YouTube-on, ahol egyszerre tudok egy csomó embert szórakoztatni. Ha ülök, van az ölem, de ha felállok, hova lesz? Ha leülök, akkor van az ölem az inventoritba. Mindjárt úgyis elfogynak a Rockstar játékok, mi lesz így a tartalom, sőt, ha már ezt megválaszolod, kifejthetnéd bővebben a jövőbeli elképzeléseidet. A jövőben mindenféleképpen szeretnék majd másfajta videókat is csinálni, ami ilyen élő kommentáros, sima let's play, vagy valami stream. Egyelőre azt még nem tervezek, mert az még a komfortzónámon kívül esik, bár ez a narrálás is eleinte eléggé nehéz volt. Ha elfogynak a Rockstar játékok, akkor olyan játékokat fogok játszani, amiket megírtak a kommentekben. Mindenféleképpen szeretnék kipróbálni új játékokat is, vagy olyanokat is bemutatni, amikkel már játszottam. Ez például a Dark Souls vagy az Elden Ring. Melyik a kedvenc GTA-d, és honnan jött az ötlet, hogy végigjátszásokról csinálsz nagyon vicces videókat? Kedvenc GTA-m az 5, nagyon sokat játszottam vele egyébként, főleg az online-nal, és így egész életemben csak nagyjából ilyen multiplayer játékokat játszottam. Ezek a végigjátszások tőlem elég távol álltak egyébként, de most eléggé megszerettem őket. És honnan jött az ötlet? Egyébként olyan nagyon sok ötletem nem volt, amikor elkezdtem a Vice City-t kivinni. A minden igazából csak utána jött. Annyi volt, hogy felvettem az egészet, és akkor megvolt maga a tartalom, a felvett játék, és akkor utána találtam ki, hogy mi lesz. A címét sem tudtam egészen addig, amíg fel nem töltöttem, aztán végül egy sorozat lett belőle. Milyen érzés a legtehetségesebb feltörekvő youtubernek lenni? Hát igen, már kezd egyébként elkapni a hírnév, már lassan azon gondolkodtam, hogy kitörlök mindenkit a névjegyzékemből, mert nem elég híresek hozzám. Szerencsére azért még nem tartok a youtuber státusznál ott, hogy kisgyerekeket akarjak molesztálni. Lesz Red Dead Redemption egy videó? Igen, valószínűleg lesz, már nagyon sokan kértétek, de az kicsit nehezebb megoldani, mert nincsen konzolom egyenlőre, amint tudnám játszani. Milyen vágóprogramot használsz? Adobe Premiere Pro. Szerintem te szeretnéd a Watch Dogs 2-t, mindenképpen felírom a jegyzeteimbe. Lesz-e szimplán GTA baromkodás? Nem valószínű, hogy a GTA 5-ben lesz, de hogyha kijön a GTA 6, akkor szerintem az egész csatornám átváltozik ilyen GTA 6 csatornává, és akkor abból lesz egy csomó. De hogyha ezt nem szeretnétek, akkor nem. Lesz olyan tartalom, ami nem csak egy játék végigjátszása, hanem 100% kiviszed az adott játékot? Lesz. A GTA-kat mindenféleképpen ki szeretném vinni 100%-ra majd egyszer, de akár több játékot is. Második kérdés. Kedvenc játék? Nincs sajnos kedvenc játékom, nagyon sok mindenből nincs kedvencem. Nincs kedvenc előadóm, nincs kedvenc zeném. Töltök a kedvenceim. Jelenleg nincs kedvenc játékom, egyébként nagyon változó, hogy mivel szoktam játszani. Most a GTA-k. Esetleg van-e, vagy lesz-e csatornáddal kapcsolatos Discord szerver? Hát valószínűleg igen, egyébként nem tudtam, hogy erre van igény, csak még nem teljesen tudom, hogy ez hogyan is működik, hogy hát ezt valahogy moderálni is kéne, de majd nem tudom.
Majd egyszer lehetnek ilyesek. A Red Dead 2-t nem tudtad végigjátszani, vagy miért nem mutattad a teljes játékot? Azért nem egyébként, mert úgy akartam bemutatni az egész sztorit, ahogy Arthur ezt megérte az ő szemszögéből, és ez az egész történet így véget ér, amikor ő meghal. Ezután jön az epilógus, amiben még John Marstonnal tudunk játszani, hogyha esetleg majd kiviszem a Red Dead Redemption 1-et, akkor ezt az epilógust majd a videó elejére fogom tenni. Miért nincs több gameplay? Hát sajnos mivel még mostanában kezdtem el, ezért elég nehéz ezeket a videókat megcsinálni, de igyekszem minél többet kirakni. Mi inspirál a gegek megírása során? Hát erre konkrét dolgot nem tudnék neked mondani egyébként, nagyon sok youtubert nézek, illetve néztem a múltban, meg nagyon sok filmet néztem, és hát igazából ezek így összeadódnak a fejemben, aztán tudat alatt kipattannak a poénok. Kristóf 5910 kérdezi, hogy mikor kezdek el videózni. Nézel Forma 1-et? Nem, mostanában nem nézem. A legutolsó, amit néztem szezon, az akkor volt, amikor Verstappen legyőzte Hamiltont az utolsó körben, és ezzel elvette tőle a bajnoki címet. Külföldi per belföldi nyaralás van-e tervben? Igen, valószínűleg a családommal minden évben szoktunk menni valahova. Az, hogy le fogom-e videózni, az még nem biztos, de egyébként lehetséges. Mit akarsz elérni 2024-ben? Nagyon egyszerű, csak annyi, hogy szeretnék minden nap valamivel jobb lenni. Ez legyen ez videó terén, vagy a fizikumom terén, vagy bármi más terén. A lényeg, hogy napról napra fejlődjek. Kedvenc top 5 videójáték. Hú! Nagyon sokat játszottam a PD2-vel, Team Fortress 2-vel, akkor van még a Chigo, GTA-k, és ötödiknek pedig a Dark Souls játékok. Tomi 0281 kérdezi, hogy mi a kedvenc Pokémonom. Hát megmondom az őszintét, nem vagyok olyan nagy Pokémon szakértő, úgyhogy erre nem tudok válaszolni. Mi a kedvenc dinoszauruszod? Sajnos dinoszaurusz szakértő sem vagyok. Sok pénz vagy szerelem? Mivel már mindkettőnek voltam hiányosa, ezért inkább a szerelem. Szerinted a lovaglás sport vagy nem sport? Szerintem sport, de azért ne legyen az egész személyiséged az, hogy lovagolsz. Hol vannak a csigák, amikor nincs eső? Nekem itt egyébként a szobámban van egy terrárium, tele több millió csigával, és csak akkor szoktam őket elengedni, hogyha esik az eső, hogyha esetleg zavar titeket, akkor szóljatok. De mindig, mikor el az eső, akkor össze szoktam őket gyűjteni. Sportolsz valamit? Igen, elkezdtem edzeni. Már nagyon sokszor elkezdtem, nagyon sokszor abba hagytam. Többet nem tudok sajnos hozzáfűzni. Remélem, hogy ez most tovább fog tartani. Szereted a GTA-t? Nem tudom, hogy ezt komolyan kérdezted-e, de a kommentek alapján én azt veszem észre, hogy nem mindenkinek esik le, hogy igen, egyébként nagyon szeretem a GTA-kat, és az egyik kedvenc játéksorozatom. Szóval ezek a videók, amiket csinálok, ezek nem utáló videók. Szereted a túrós tésztát, jó uram? Igen, de ne rakj bele szalonnát. Ha tetszett a videó, nézzétek többet is, közi! Szeretnétek támogatni, hogy gyorsabban tudjam játszani a videókat, ezt a csatornatagsággal megtehetitek. A tagok szavazhatnak, hogy melyik játékkal játszik legközelebb, a játékokat pedig a posztok és a videók alatti kommentekből gyűjtöm majd ki.